Sziasztok! Ahogyan a legutóbb ígértem, ezúttal is még egy picit az Alfölddel fogunk foglalkozni. Egy kicsikét összefoglalunk, egy kicsi érdekességet is megtudunk. A mai témánk az Alföld az ország élés kamrája. Régen a Tisza közét erdők, lápok, rétek borították, ahogyan ezt a képen is láthatjátok. Az erdőket kiirtották, csak a homok és a sovány fű maradt meg. Így a terület csak legeltetésre volt alkalmas, és a homok szabadon vándorolhatott. A homokbuckák között egy-egy kis tavacska húzódott meg. Szóval a Duna és a Tisza között nagyon sok füves területet nem találni, inkább a homokbuckás területeket és ilyen kis apró tavacskákat találni. A kiskunságnak azonban vannak füves területe, és itt az emberek régen főleg pásztorkodással foglalkoztak. Ezt az ősi természetet, ezt a kultúrát, ezt a hivatást őrzi ma is a kiskunsági nemzeti park, mivel az egy hatalmas terület nem az egész uh, nemzeti parkban csak és kizárólag jobb és balassó képen találhatók és házikók, meg múzeumok találhatóak, hanem a Kiskonsági Nemzeti Parknak van egy nagyobb része, a Pásztor Múzeum, ahol tényleg ezt a hivatást, ezt a kultúrát mutatják be. Erről a, erről a Pásztormúzeumról Pásztor Múzeumról láthatok egy-egy képet a jobb, illetve a bal alsó sarokban, a, a felső sarokban pedig ott láthatjátok, hogy tulajdonképpen a pásztor mivel is foglalkozik, mi is az ő feladata valójában. A nagykúnság felszínét termékeny hordalék borítja. Régen a hatalmas árvizek csak lassan húzódtak vissza. Ugye beszéltünk róla, hogy a nagykúnság, tehát a Tiszán túli rész, az alapból egy nagyon iszapos, hordalékos talaj volt, de sok víznek, árvíznek köszönhetően elég termékeny talaj lett. És bizony, az erdők és a lápok melletti ilyen termékeny legelőkön nagyon sok állatsorda legelt. Ma viszont már ugye korszerű eszközökkel megművel területekről jó minőségű termést akarítanak be. A bal oldalon látható két kép, jól felszántott terület látható, és bizony az emberek nem saját kezüleg készítenek ilyen szalmabogjákat, mint ami a bal alsó sarokban látható, hanem nagy e, gépeket használnak már erre a technológiára. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan kerül az asztalunkra a zöldség és a gyümölcs. Ugye mondtam, hogy az Alföld az ország éléskamrája, induljunk ki mondjuk az Alföldből. Az alföldön nagyon sok ilyen termőtalaj található, ezért ott a bal felső sarokban lévő képről induljunk: nagyon sok zöldség, gyümölcs és még gabonaféle is megterem. Ezeket az emberek nem tartják meg saját maguknak, hanem mivel nagyon nagy mennyiséget termelnek, ezért okosan ezeket eladják, és ugye ebből ők pénzt szereznek. Ebből pedig ezt a saját kis üzletüket, hogy ők nagyon sokat termelnek, még jobban tudják feleszeni, és egy nagyobb. Céget tudnak így alapítani, amelyek csak folyamatosan termeszték, termelik ezeket a különböző zöldségeket, gyümölcsöket. Szóval, miután az emberek leszették, vagy mondjuk úgy, hogy úgy is szokták mondani, hogy beszették ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, kamionok segítségével elszállítják például különböző áruházakba. De nem csak áruházakba szállítanak zöldsége gyümölcsöt, hanem egyből akár konzervgyárba is, ahol ugye természetesen, mint a neve is mutatja, különböző konzerveket, boltokban is kapható konzerveket készítenek. Ugye ez nem csak abból áll, hogy beledobálják szépen az alma darabkákat a konzervbe, hanem megfelelő fokon tárolják, azt a bizonyos levet is meg kell, létre kell hozni, amibe ugye beleteszik ezeket a különböző gyümölcs darabkákat, szóval az sem feltétlenül olyan egyszerű, de ugye nem csak élelmiszerboltokban, hanem piacokon is kapni friss zöldséget és gyümölcsöt, úgyhogy piacokra is szállítanak kamionok segítségével. És olyan nagy áruházak, mint mondjuk a képen is látható Lidl, vagy ugye az Aldi, a Tesco, az Interspar, ezeknek már vannak hivatalos beszállítóik, ez a nevük. Ez azt jelenti, hogy vannak már egyébként elég sok olyan cég, amelyek csak és kizárólag, nagyon nem csak és kizárólag, de nagy mennyiséget termelnek mondjuk a Tesco-nak, és minden egyes alkalommal, amikor megy a kamion, akkor ehhez a bizonyos kis üzlethez megy, ez a kis farmhoz, ez a kis területhez megy, ott azt a nagy mennyiségű almát mind felpakolják a kamionra, és már viszik is a Tesco-ba. Viszont ha valaki ugye jól gazdálkodik, akkor nem biztos, hogy csak a Tesco-nak, hanem nagyon sok felé bizony eladhatja a saját almáit, és így bizony az élelmiszerből is meg lehet gazdagodni. Ugye a termésnek a nagy része az frissen kerül a piacokra és a boltokra, ez természetesen alapkövetelmény, tehát az nagyon-nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy nem friss zöldséget és gyümölcsöt találtok a boltokban. Sokat szállítanak ugye a fővárosba, és hát gondoljatok bele, hogyha nem mindent a fővárosba termelnek, sőt nagyon nem is tudják nagy mennyiségben megtermelni a fővárosba, úgyhogy van, hogy éjszaka vagy éppen hajnalban, mert ugye ennek a reggeli hatos nyitásra meg kell bizony érkeznie, szóval hajnalban éjszaka szállítják ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, és van, hogy ezek három órán keresztül is utazhatnak az autóban. A többiből, amelyek nem az ilyen nagyobb üzletekbe mennek, azokból konzerv készül, vagy gyors állapotba kerülnek az üzletekbe, ugye ezért küldik például hűtőházakba, ahol pontosan ezeket a gyors zöldségeket, gyümölcsöket állítják elő, vagy éppenséggel akkor elviszik a konzervgyárba, ahol pedig konzerv, konzervet készítenek belőlük. De termékeket külföldre is nagyon szívesen vásárolják, és azért azt is elmondhatjuk magunkról, hogy itt az Alföldön nagyon sok olyan ember, olyan cég termesz zöldsége gyümölcsöt, amelyekből viszont nagyon sok megy külföldre, és ez bizony a magyaroknak egy nagyon-nagyon jó híre, hiszen most csúnyán mondva, ezáltal nagyon sok zöldséget és gyümölcsöt tudunk importálni. A konzervgyárak a termelőhely közelében létesültek, így a romlandó gyümölcs és zöldség hamar feldolgozásra kerül, tehát ez azt jelenti, hogy még a konzervgyárba is frissen kerülnek a zöldségek és a gyümölcsök. Az Alföldön termesztett zöldségek, gyümölcsökről már volt szó egyébként, ugye a leghíresebb ezek közül nemcsak a kajszi de még a konzervgyáráról is nagyon-nagyon híres tájegységünk az a kiskunság, pontosan annál a résznél beszéltünk nagyon sok híres gyümölcsről, zöldségről. Az emberek nem csak a konzervgyárban, hanem kisebb üzemekben is találnak munkalehetőséget. Kettő ilyen üzemet választottam ki. Az egyiket a baloldali képen láthatjátok, és hallottak is magyarázó képet. A korábbiakban már említett konzervgyár, és a mellette lévő pedig a kenyérgyár, ahol <laughs> a neve ellenére nem csak kenyeret gyártanak, hanem különböző pékárukat, mint az alsó, mint az alatta lévő képen is láthatjátok. Úgyhogy ezek nagyon nagy üzemek, itt tényleg nagy mennyiségbe állítják elő, mint láthatjátok egyébként a konzervgyár esetében is, hogy futószalagon egymás mellett ott van az a sok-sok-sok konzervdoboz, egy gép folyamatosan tölti bele, ugye a, a gépe pedig az embereknek folyamatosan azzal az adott zöldséggel a képen ha jól veszem ki, akkor éppen zöldborsóval folyamatosan meg kell tölteni, és a gép az magától tölt, és így nagyon nagy mennyiségben, nagyon rövid idő alatt tudnak tényleg nagyon sokat előállítani. Ugye a búzát a szalabból hatalmas malmokban őrlik liszté, és a lisztekből pedig a jobboldali képen is látható kenyérgyárakban készül el, a kenyér. Magyarországon mind a két ipar nagyon jelentős. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak nagyon fontos és nagyon jelentős a konzerv előállítása és a kenyér előállítása. Ez azt jelenti, hogy ezt nagyon sok helyen, nagyon nagy mennyiségben teszik meg, ezáltal pedig nagy mennyiséget tudnak elküldeni az üzletekbe is. Ugye a kenyérgyárak is ugyanúgy működnek, mint az előbb említett zöldség és gyümölcs útja az asztalunkra, pontosan ugyanígy működik a kenyérgyáraknál is. A képen is láthatjátok, hogy ezeket a kis zsemle vagy éppen kenyér formákat először ott szépen előállítják, megformázzák, megsütik, azokat különböző kamionok segítségével elszállítják az üzletekbe. Ugye itt is fontos az, hogy ezek közel legyenek oda, ahova viszik, mert mondjuk ugye fontos az, hogy mondjuk Békés csabáral nem biztos, hogy Budapestre fognak szállítani. Ugye három órán keresztül kenyeret vagy éppen zsemlét, mert az nem friss. De azt ti is tudjátok nagyon jól, hogyha jártak a nagyobb üzletekben, például az Intes párban, egy nagyobb Intes párban, egy nagyobb teszkóban, egy nagyobb aldi hogy ott helyben van egy pékség, és ott helyben sütik meg ezeket a különböző pékárukat. Picit beszéljünk a kukoricáról. A kukoricából az állatok számára takarmányt állítanak elő. Tehát ugye nagyon sokféle, nagyon sok felé az országban kukorica földeket is látni, azokat az állatok számára termelik leginkább takarmányként, de természetesen van csemege kukorica is, amit nagyon sokan szeretek és kapni a boltokban, és azáltal, hogy ezzel a bizonyos takarmányjal, kukoricával etetik az állatokat, bizony az is a cél, hogy a sertés és a különböző baromfikat pedig felhízlalják, hiszen ugye ezeket az állatokat is miután levágják, ugyanúgy el tudják juttatni az üzletekbe. Természetesen, miután mondjuk esetleg levágtak egy sert, és nem egyből viszi már a kamion, és mondjuk a tesco és az aldi is így egy éppen frissen levágott egész disznót lehet megkapni a boltban, hanem természetesen azt ugyanúgy feldolgozzák, és azokat a különböző feldolgozott részeket fogják elszállítani kamionok segítségével. Ugye itt is nagyon fontos, hogy közel legyen, hogy minél frissebb legyen, mert ugye minél többet áll a hús, nem megfelelő hőmérsékleten, annál kevésbé lesz az finomabb és egészségesebb, de természetesen a szállításnál is megfelelő hűtött állapotban szállítják ezeket a húsokat. A finomságok, melyek a konzervgyárakból és a kenyérgyárakból kikerülnek, bizony sok-sok ember munkájának az eredménye. Szóval nagyon sokan dolgoznak, úgyhogy amikor egy ilyen, most csak jelenlegi helyzetben mondjuk egy ilyen koronavírus alkalmával mondjuk éppen leáll egy ilyen üzem, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok ember munkája szűnik meg, ha éppen úgy zárnak be sajnos, hogy el is kell, hogy bocsássák az alkalmazottakat. Szóval nagyon sok ember dolgozik itt, és ezért nagyon is fontosak ezek az üzemek. És akkor záróképünk ez a kis kép lesz, amin azt láthatjátok, hogy az ország különböző területein egyébként milyen gyümölcsök teremnek meg. Itt most egyébként megyénként osztották föl, megyénként láthatjátok ugye a Magyarország térképet, de így is nagyon jól látható, hogy az Alföldön van a legnagyobb mennyiségben nagyon jó kis gyümölcstermesztés. Ugye ott középen van ez a nagy kék, az lenne Pest megy, és alatta látható bizony az a, hát sárgás, megye, pont ott az ország közepén, ahol van Cseresznye, Megy, Alma, meg Barack, Kajszi na az az a bizonyos kiskunság, amiről beszéltünk még korábban, és ott terem meg nagyon-nagyon sok finom, jó minőségű gyümölcs. Ez a mai videó, ez sok érdekesség volt, ebből semmit nem kell leírni, a füzetbe, a következő alkalommal pedig már egy újabb nagy tájunkkal fogunk megismerkedni, de azt még nem árulom el, hogy melyikkel. Na jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!